Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Bakta Lóránt házán vagyunk. Szemben van egy ipari park, vagy sem most már fatelebb, de térkép szerint ipari park, ahol fentről.hu-n lehet látni, hogy két iparvágány is bevezetett. Hát most egy olyan egyet látok ott a kocsisor mellett, ezek pedig szerintem ugyanolyan selejtkocsik, mint amit Ohad pusztakóstai is szoktak indítálni. Hát majd úgyis végig megyek a soron, mert arrafele fogok tovább menni. Ugye az innen Kisvárda felé tartó vasútvonalat fogom bejárni biciklivel. És hát itt van a állomás felvételi épülettel is bizony. Itt ágazott ki arrafele a vonal, és ment tovább Kisvárdáig, majd elmegyek a lakodó végig, és akkor meg is mutatom. És hát itt van a selejtsor. BO kocsik, aztán jönnek a BHV, vagy az ilyen a biciklisek. És hát az elég hosszú a sor, majd elmegyek a végéig is. Is arra kell menni. Na és akkor itt van a lakodónak a vége, és a selejt kocsisor, hát itt már össze is grafitizték ezeket. És itt volt a kiágazás, majd fentről.hu mutatom. Tehát innen, akkor itt jött valahol a vágány, itt ágazott ki, és itt fordult el. Egyébként ezt a vonalat 1912-ben nyitották meg, és 1973. december 31-én ment el az utolsó vonat. Nézzétek, még a régi távírópótna itt megvan. Felépítmény pedig 23 kilós kisísinekből állt, és megszüntetés oka meg ugyanaz, mint a legtöbb ekkoriban megszüntetett vasútvonalnál, az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció. Felkerült a halállistára, és sajnos ott is maradt. Úgyhogy ez egy, igazából ez egy összekötő vonal volt itt a 100-as vasútvonal, meg itt a Vásáros Naményi Vicinál is között. És ahogy tudom, az állomás épületeknek a nagy része megvan még. Úgyhogy amit lehet, ma igyekszek felkeresni, a következő megálló az Lóránt háza lesz, ha minden igaz. És akkor tovább az egykori vasútvonalon. Némi bagikő maradvány azért jelzi, hogy itt valamikor vasút volt, és hát itt a földút az követi. És majd kijutunk egy főútra. És utána, hogy a térképen néztem, ott nem lehet a vasútvonalat követni, mert az egy lezárt magánterületre vezet, hanem ott majd kerülni kell egyet. És erről jöttünk, itt még követtük a vasútvonalát, viszont itt a vasút egyenesen ment, és ugye a Google Maps szerint sem lehet itt tovább menni, mert azért magánterületre vezet, tehát itt majd kerülnöm kell arrafele. Egyébként itt köszönöm meg Jason X-nek is a tájékoztatót, plusz egyszerűen az, hogy autóval már bejárta ugye ezt a vonalat, és itt azért külön mondta ő is, hogy itt nem lehet bemenni, itt meg kell kerülni, és majd a Táncsis utcán lehet úgy nagyjából tovább menni, úgyhogy én is ezt fogom tenni. Úgyhogy mert autóval járta be, hát én most biciklivel fogom, de hát hogyha autóval ő be tudta járni, én is be tudom majd biciklivel. Úgyhogy itt most el kell mennünk balra, aztán pedig a Táncsis utcán majd egy ilyen U-alakba visszajönni. Ezt nézzétek. Itt vagyunk, erről jött a vasút, és itt a földúton ment tovább, errefele. És Lóránt háza megálló, az itt lesz hamarosan az út végén. Tudom, megvan még egy épület, az még látszik a fentről.hu-n, de még a Google Maps-nek a műholdképén is látom. És ha minden igaz, akkor lakott, úgyhogy majd óvatosan fogom filmezni, ha egyáltalán tudom. Nézzétek, itt a Napelem Park után, ott már látszik a háttérbe, az volt a régi épület. És általában Jason X, mintha azt mondta volna, hogy lakott. Na, majd belinkelem ide egyébként Jason X videóját is, mert azért már sokat segített, megnéztem, mielőtt eljöttem volna. Látom, de is hát tovább megyek, közben a fényképező megadta magát, lemerült az aksia. Ott tartalék aksi meg nincs nálam, úgyhogy innen inkább videók lesznek, mint fényképek. És itt ment a vasút a földút helyén, és ott van az épület. Ez volt egy korábbi állóhely. Ez bizony. És be van vezetve a villany, tehát elképzelhető, hogy tényleg lakott. És gyerefele tovább. És tényleg lakott, mert van egy kutya azért a padláson. És mondta, én a padlás ablakon keresztül ugat kifele. Hát itt van az épület, ennyi látszik belőle. Majd akkor rakok be majd ide képet a fentről.hu-ról. Ezt nézzétek, itt vagyunk még mindig a vasúton, erről jöttünk. És arra haladunk tovább, itt majd lesz egy szakasz, ahol kimegy a főútra a vasút. Azt kell követni. Oké, ezt nézzétek. Itt vagyunk valahol Nyírjákó határában.
eddig prímán lehet ezen a földúton haladni. Kicsit kavicsos, de egyébként legalább nem lazal talaj, úgyhogy simán lehet menni, és valahol Nyírjákó szélén lesz majd az állomásépület. Műholdképpen látszik. Ugye majd eljutunk egy köves útig, és akkor utána kell majd tovább menni egy picivel, egy mellékúton, és ott lesz az épület. És megvan a betonút, erről jöttünk. És azt nézzétek, ennyi maradt a vonalból, egy távíró pózna. Ez biztos, hogy a vonalhoz tartozott, és itt ment tovább. És szerintem ott a fák mögött már Nyírjákó állomás épülete lesz. Jó, most nem jön senki, gyorsan átmegyünk. És ezt nézzétek, ott van még egy távíró pózna, és ez volt Nyírjákó épület, itt voltak előtte a vágányok. Fentről pont tudom, hogy a kokben innen beképet. Erdől is van, ez egy több vágányos állomás volt itt. Ezt nézzétek, itt van, még a melléképület is megvan. Nem nagyon látszik, de megvan a melléképület is, és ez itt az egykori állomás épület, és itt volt egy kitérő vágány, úgy hiszem. Hát most nem emlékszem, hogy itt vagy két vagy három vágányos állomás volt, de hogy egy plusz vágány biztosan volt, és itt megy tovább a vasút. Úgyhogy megyünk mi is arra. Előbb-utóbb eljut a főút mentig, onnan már kicsit könnyebb lesz haladni. És itt a töltés, itt jöttek a sinek, és arra fele mentek tovább egyenesen, és itt viszont itt van a közút mellettünk, és bicikliút is van mellette, úgyhogy innen kicsit egyszerűbb lesz majd. Ha megyek a bicikliúton, ameddig az követi a közútat, aztán meglátjuk, hogy lehet-e menni a töltésen, vagy pedig kerülni kell a közút fele. Ugye meg is kutatom, hogy mire gondolok. Tehát itt egy darabi követ a közút, és akkor itt már Petneháza belterületén. Itt ér el. Na most itt valószínűleg ez a rész már beépült, itt nem lehet tovább menni, de a Szabadság utca végén ezen a helyen lehet, hogy van. És ott is speciál jelzi az egykori vasútállomás helyét is. És itt viszont lesz majd egy szakasz, ahol szántóföld van, ugye emlékszem, tehát azt a műholdképen is, ahogy láttam. Tehát itt megpróbálok eddig az ég elmenni, mert itt lehet, hogy egy hídmaradvány van, hát elvileg azon az én folyón, vagy patakon, vagy csatornán, vagy bármi, azon át kellett a vasútnak menni. Tehát lehet, hogy a híd még megvan. Ezt nézzétek itt. És itt szerintem ezen a szakaszon ráépült a bicikliút az egykori vasút helyére, és itt viszont a bicikliút átmegy a túloldalra, viszont a vasút meg elbejött. Ott az a földút, az nekem nagyon gyanús, de majd mindjárt térképet is nézek, de szerintem itt lesz. És errefele lesz a vasút. És akkor ezt nézzétek, onnan jött a vasút, és itt egyenesen ment tovább, de ugye, mint látjátok, ez már beépült, tehát itt nem lehet tovább menni, viszont ezen az utcán lehet, és akkor a másik oldalról lesz megközölve az állomás épület. Tehát itt ezen az utcán el kell menni. És úgy megközelíthető. Egyébként a töltés az valahol itt ment, itt az elzárt területen belül. És itt vagyunk Petneházán, és ez volt az állomás épület, ez a fehér, nem nagyon látszik már, de itt van. De valószínűleg ez át is lett alakítva, és ott van egy kerekes kút, ami az emeshez tartozott, meg ott a melléképület, és a vágányok azok a túloldalt voltak. És elhagytuk Petneházán állomást, és itt a töltésen primán lehet haladni. Itt ezen a földúton. Úgy emlékszem, hogy majd lesz egy olyan rész, ahol szántóföldön keresztül kell menni, és akkor ki kell menni majd a közútra. Hát elméletileg nem kell visszajönni teljesen az út elejéig, hanem ott is valahol meg lehet oldani. Úgyhogy megyek, ameddig tudok, aztán majd meglátjuk. Ezt nézzétek, hát itt azért lehet a vasutat követni nagyjából, ezen a gazzal felvelt földúton ment. És errefele megy tovább is, tehát a főút zaját is lehet hallani már. És még mindig lehet követni, és ott azon a kis patakon is, vagy micsodán, és úgy átmentem, hogy nem is vettem észre, mert nézzétek, csak most itt vagyunk. Mindjából, és itt van bejelölve. Hát nem tudom, hogy most nem látszik, de most igen, tehát itt van. És itt van, és akkor itt mindjárt kimegyünk a főútra. És egy helyen még keresztezni is fogja. Elmutatom a másik térképen, talán ott jobban látszik, tehát itt jön a főúton. És itt a Banonfi feldolgozó után fogja keresztezni. Hé, ez a szal mindig előjön. Leginkább akkor, amikor nem kéne. Sőt, igazából sose kell, mert nem használom ezt a funkciót, és akkor itt kell majd valahogy megtalálni a... De az viszont a Google-in
térképen megvan, hogy hol a következő, és akkor itt lesz majd az épület. Hát haladunk tovább, ameddig lehet. Mondjuk itt van egy út kifele, tehát hogyha nagyon elakadnék, mert bekerülnék egy szántóföldbe, ahol véget ér az út, az se baj most már, mert itt könnyebben ki lehet menni a főútra, és nem kell visszamenni teljesen az elejéig. Ezt nézzétek! Itt van már a főút mellettünk, és itt ezen a dzsumbujon folytatódna a vasút, de én inkább kimegyek most a közútra, és akkor ott megyek mellette. Gyakorlatilag tényleg párhuzamosan mellettem, és akkor lesz egy szakasz, ahol meg átmegy a túloldalra. De ennyi. Tehát itt teljesen fölösleges tovább a dzsungelharcot folytatni. És akkor itt van a Baromfi feldolgozó, itt látjátok, és onnan jött a vasút, és itt. Ezen a lebetonozott úton ment tovább. De úgy látom, sokáig nem marad betonozott. De hát megyek, ameddig tudok. És akkor közben beértem Nyílkarászra, és itt a töltésen megyek még mindig. És errefele folytatódott tovább, itt még elég jól követhető. És így gyakorlatilag egyenesen az állomás. Hopp, ott egy macsek. Na, ezt nézzétek, innen jött a egykori vasút, és itt van a töltése. És itt folytatódottam tovább az utcán, na, csak hát itt ugye látjátok, már beépült a környék, viszont a következő útkereszteződésnél lesz a Nyírkarászi vasútállomás. És látjátok, itt van. Ez volt az egykori raktárépület. Ez is magánterületen van, és mert mellette ott van az állomásépület már átalakítva. Az viszont egy másik telek. De mind a kettő magánterületen van. És itt voltak a sinek, az látszik. Tehát itt volt egy rakodóvágány, és akkor itt volt az átmenő fővágány. És ott arrafele, ott az volt az állomásépület. De azt meg közelebbről is megnézem. És itt van az egykori járóraktár, és itt voltak a vágányok, és ott, az ott az állomásépület. Nézzétek, ez volt az egykori őrhely az állomás végén, és nagyon szépen fel van újítva. És arról jött a vágány, és itt folytatódott itt a földúton. Na, ott pedig egy derékba tölt villanypózna. Nézzétek, Gyulaháza, őrháza, és Gyulaháza őrháza, igen, itt hátul nézetből, na, ez volt az őrház. És itt mentek a sinek előtte, de mindjárt azt is majd megnézem. Hát itt egy kicsit kerülnem kellett, mert nem tudtam a vágányok vonalát követni. Szóval itt van az őrhely, és itt a földúton jöttek a sinek, de nem lehetett végigkövetni, ezért kerülnem kellett a közút fele, és itt ment tovább. És itt emögött az épület, mögött volt az állomás épület, de azt nem tudom megnézni, mert ugye errefele se lehet sehol bemenni. Hát itt majd van egy mellékutca, ott lehet majd tovább menni, és hát itt már annyira se, de ott talán egy picit látszik, hogy na, az volt a Gyulaháza. Ez a tetején látszik, de csak egy pillanatra. És akkor itt mentek a sinek erre, de hát ez magánterület, ide nem megyek be. De Gyulaháza az valahol ott van. És akkor itt a földút az követi a vasútvonalát egy darabig. Aztán meg majd előbb-utóbb vissza kell menjek a főútra. Ezt nézzétek, onnan jött a... Na, közben a GPS az rendületlenül mondja. De elő itt volt a vágány. És ugye itt ment valahol középen. És, itt, és az állomás épület is itt lesz, ez ebbe az utcába. Csak meg kell találni. Tehát itt már beépült a helye, de itt egyenesen ment. És ez itt a egykori Analcsi állomás épület. És még az utca neve is árulkodó, mert ugye Vasút utcának hívják. Viszont a vágányok azok nem itt voltak, hanem a túloldal, de hát majd látni fogjátok a fentről.hu-n bevágott képben. És egyébként a Nyílkarászinál is, ugye megmondta az állomás épület, majd lakok be arról is képet. Videózni azt sajnos nem tudtam, nem volt rá idő. Bizonyos okokból, de egyébként nézzétek, meg itt van az állomás épület. És valószínűleg az is lakott. És akkor itt vagyunk még mindig a Narcson. És itt ment errefele továbbak. Ezért a vágány itt erre is. Oda kanyarodott a közút mellé. Ugye majd erről is vágok be képeket a fentről.hu-n, innen az állomástól egyenesen jött ide. És akkor itt a lezárt területen ment keresztül. Ez egyébként tisztán látszik, és itt ment ki a Kisvárda fele tartó főútra. És hát ott nagyjából mellette.
és még Kisvárda előtt elkanyarodott, majd a vasútállomás fele, és ott volt Kisvárdai szőlőfelálló hely, aminek egy Győr helye még megvan. Ezt is meg fogjuk nézni. Legalábbis Jason X megtalálta, úgyhogy szerintem nekem is menni fog. Nyilván autóval gyorsabban végigért a vonalon, mint én biciklivel. Tehát innen jött a vágány és fordult ide. És jó hír, ami még a Szilítióban nem volt, van bicikliút. És ez nagyjából még a Vágányhegyére is épült, mert tényleg itt jött valahol. Tehát innen már nincs más hátra, mint hogy a tábla is mutatja. Kisvárda fele menni, és nagyjából ott, ahol majd egy villanyvezeték az elkanyarodik balra, na ott kell figyelni, mert valahol ott volt a vasútnak a letérője is. És ott van a helyén egy földút, úgyhogy azt kell megtalálni. Remélhetőleg végig épült már Kisváradék, és akkor is sima így lesz így végig gurulni. A villanyvezeték ott van, és majd ott balra fog elkanyarodni, van ott egy villanytelep, és a régi besatlakozása a nagyvasút, vagy hát ez is nagyvasút volt, úgyhogy csak az állomási vágányhálózatban az pont ott volt, ahol ugye ott a transformátor telepnek a szélén. Mert ott két nyomvonal volt, még a... Hát, valamikor az 50-es évek vége előtt volt egy nyomvonal konnekció, amikor némileg módosították a nyomvonalat. Fentről ponton látszik, még találtam én 1958-59-es képet is, már azon is az új nyomvonalon van, viszont kristálytisztán látszik még a 80-as évekbeli felvételeknél is a régi nyomvonal, ami pont a transformátor állomás szélén megy el. A régi nyomvonalra megépült egy ipari park és egy elkerülő út. Meg fogjuk nézni nyilván, hoppa, ott egy volánbusz. 474-es disznó. Nem tudom, mennyire érthető a beszél, próbálok hangosabban beszélni. De haladunk. Ez egy nemrég átadott bicikli út. Mondom, a Google Street View-ban még nem volt rajta. A vágány az valahol arrafele ment, de itt nem lehet tovább bemenni. Én mutatom a térképet azzal a szaggatott vonallal. Csak nem lehet bemenni. És itt arrafele. És tehát majd bejövök ebbe az utcába, és itt valahol, itt volt a Kisvárdai szőlők megállóhely. Mutatom, hogy innen jött a nagyvasút. És ott ment tovább arra, keresztül ezen az ipari parkon. És itt, ha visszamegyek majd az útra, na szóval itt, hogyha az útra visszamegyek, akkor majd ott az elkerülő utat azt keresztezte, és akkor úgy így csatlakozott be a mostani vágányhálózatba. Úgy tudom, hogy egy része még kihúzó vágányként megvan, a végén nyomvonal pedig, majd mindjárt lakok be ide képeket a fentről.hu-ról. Azon jobban látszik, főleg az a régebbi képeken, hogy merre fele ment, az meg a mostani trafóállomás környékén, vagy hát pont a trafóállomás szélén ment el. És ott meg a háttérben látjátok a villanyvezetékeket, azok mennek a trafóállomáshoz. Tehát itt az elkerülőn nézni, megyek tovább, ott lesz egy fénysorompós átjáró, és majd utána lesz a vasútállomás valahol. Jóval a Baktalóránházi vonal az így jött. Keresztül azon az ipartelepen és így ívesen becsatlakozva, és ott be a nagyvasútba. A régi nyomvonal pedig itt a trafóállomás mögött. És bizony, most nem tudok sehogy se bemenni, de ott megmarad belőle egy kihúzó vágány, plusz a trafóállomásra is bevezet egy iparvágány. És ott látszik a háttérben már a fénysorompós átjáró, a következőnél le kell menni jobbra, és akkor már is el lehet jutni a vasútállomásig, úgyhogy majd onnan fogom folytatni. Na, bejöttem ide egy földúton, állomás mellett, és bizony, ha valahol itt volt a kiágazás. Hát, hogy elveszik a gazba csonkája, mert körülbelül ennyi maradt belőle. És hát akkor itt van a Baktalórendházi szájvonalnak, vagy hát nem szájvonal volt ez, hanem azából két vonalat kötött össze. Úgyhogy én már kezdek fáradni, aztán ilyenkor már beszélek hülyeséget, de legalább most időben észrevettem és kijavítottam magam. Szóval a vonalbejárás az ennyi volt, és hát ez egy tipikus egy olyan vonal, amit így bejártam és el kell tapítani, hogy hát ezt valószínűleg okkal szedték fel már akkor is. Tehát igazából párhuzamos közút az, hát nem tudom, hogy akkor volt-e, de most van végig, és hát ezt a forgalmat valószínűleg, ami ezen a vonalon volt,
azt simán el tudja a busz látni. Igazából, hogyha kerékpárutat kiépítenének végig Baktalórendháza és Kisvárda között, akkor még igazából buszra sem nagyon lenne szükség, vagy hát legalábbis akkor a kerékpárúton is lehetne kerékpárral közlekedni. Szóval igazából, hogyha kerékpárút kiépülne a két település között, akkor még könnyebben lehetne közlekedni. Tehát ide tényleg nem kellett a vonat. Jobban nyilván, amikor építették, akkor kellett, mert nyilván akkor az volt az egyetlen közlekedési eszköz, mert hát ugye akkor nem voltak buszok. És akkor az így jobb volt, de hát most visszaépíteni már nem lenne értelme, és valószínűleg akkor is már felújítani, ugye a kisísinek, azok már valószínűleg nem bírták jobban a terhelést, tehát sebességkorlátozás meg ma akkora volt valószínűleg rajta, hogy egyszerűbb volt busszal kiváltani ezt, és ez tényleg egy olyan vonal, mert azért ilyenek is voltak a közlekedés politikai koncepcióban, ahol tényleg az volt a jobb megoldás, hogy akkor kiváltjuk busszal. Hát jó, nyilván a legtöbb az nem, de ez a vonal, ez így, ahogy elnéztem, meg végigmentem, majd ez pont arra példa, és egyébként ott meg ki a Latolca. Hát igen, azt már fogom elérni, a következő személyvonat az meg 17 óra 24-kor fog jönni, úgyhogy mondhatni ráérek. Nem tudom, hogy most mi lelte a kamerát, hogy fejjel lefele vesz, de fejjel lefele vesz, úgyhogy nem baj. Akkor most majd később megfordítom. Úgyhogy ez a vonalbejárás akkor ez ennyi lett volna, és hát úgy tényleg ez egy olyan vonal volt, amit érdemes volt valóban busszal kiváltani, és ugye most se lenne sok értelme, ha még meg lenne, tehát hogyha a közlekedési politikai koncepció túlélte volna 1973-ban, akkor valószínűleg 2007-ben vagy 2009-ben került volna lakat rá, és ez egy olyan vonal lett volna szerintem akkor is, ami ugye rá, ugye nem lehetett volna azt mondani, hogy ezt nem volt indokolt megszüntetni. Pláne, hogyha nem kapott volna, mert hát nyilván kapott volna felújítást, és ilyen 80-nal legalább, vagy 60-nal, 80-nal a vonatok el zötyögtek volna, akkor még akkor lehet mondani, hogy oké. Akkor viszont ugye buszokat nem kellett volna járatni, tehát valamit valamiért. Ugye Nyírjákót is éppen csak érinti a szélét, de például a Nyírkarászon, meg Petneházán, meg Alacson, úgy viszonylag jó helyen van. Hát a Baktalórendházát meg ugye tudjuk, ott most is van vonat. Úgyhogy ez akkor tényleg ennyi lett volna, hát most lesz körülbelül másfél órám a következő személyvonatig, és az is csak Nyíregyházáig megy, úgyhogy majd mindjárt elindítom a MÁV-appot, és akkor megtervezem a hazautazást, de hát haza lehet innen jutni, mondtam, hogy még a 20 óra legutolsó időpont, amit néztem, hogy még azzal haza tudok menni. Úgyhogy hát akkor ennyi. Fura így fejjel lefele látni ezt a képet. Nem tudom, mi lelte ezt a kamerát most, eddig ilyet nem csinált. Na de mindegy, majd megfordítom. Úgyhogy szerintem, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!